Kiskörösváros önkormányzata 5 állandó bizottsággal rendelkezik, melyből az egyik az Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság. A 2019-ben alakult bizottság ipari szakterületéért, Lengyel Gábor a mezőgazdasági területéért, a bizottság elnöke Pohankovics András, a klímapolitikai területért pedig Kudron Tamás felel. Kiskörös az ipari, valamint helyi tulajdonosok által megvásárolt üzemeknek és ezek felépítésének köszönhető jelentős ipari várossá fejlődött. Ennek megfelelően igyekszünk helyén kezelni ezeket a vállalkozásokat, és az iparral, mint a város életéhez kapcsolódó tevékenység járó feladatokat. Jelenti ez azt, hogy ugye ezeknek a vállalkozásoknak nagyon jelentős munkahely teremtő, munkahely megtartó, és a fiatalokat a városunkba vonzó képessége van, és kell, hogy legyen. Ezeket kell, hogy mi a magunk szintjén támogatni tudjuk. Például, amennyiben egy vállalkozásunknak fejlesztési tervei, ötletei vannak, és ezt jelzi az önkormányzatnak, jelzi nekünk bizottsági szinten, vagy akár Domonyi László polgármesternek, akkor nagyon fontos az, hogy a képviselőtestület támogatólag álljon ezekhez a kezdeményezésekhez, ötletekhez. Emellett olyan területeket jelölnek ki, majd értékesítenek a vállalkozók részére, ahol meg tudják valósítani fejlesztéseiket. Továbbá kiemelten fontos a bizottság számára az ipari zónák kialakítása. Számos vállalkozás kiszolgálja a mezőgazdasági igényeket, ezzel szorosan összekapcsolva az ipari, valamint a mezőgazdasági tényezőket, hiszen közel 1000 család él városunkban a mezőgazdaságból. Mi, mint önkormányzat azzal tudjuk a gazdákat, termelőket támogatni, biztatni, hogy egy-egy ilyen program alkalmával felhívjuk az ő figyelmüket, lehetőségüket, akár ennek a szövetkezésnek az előnyeire, akár szintén a pályázati lehetőségekre. Ennek egyik legjobb formája az Agrár Expo, aminek kiemelt támogatója az önkormányzat. Nagy Tamás szervezésében valósul ez meg minden évben, jellemzően a sportcsarnokban. Volt néhány covidos év, amikor a főtéren voltunk, annak is megvolt a varázsa, gyönyörű időben még egy rangot adott ennek a rendezvénynek. És emellett azok a tematikus programok, például a születi napok, vagy egy-egy ilyen havi egyszeri csütörtöki főtéri piac nap, szóval ezek adnak lehetőséget arra, hogy a termelők biztosítva legyenek arról, hogy tudják értékesíteni a termékeiket. Az ipari tevékenység csak úgy, mint a mezőgazdasági tevékenység nagy mértékben meghatározza a klímavédelmet, melynek fő feladata a hulladékgazdálkodás, valamint a fenntarthatóság kialakítása. A körös szolg által tulajdonolt kukásautók gyűjtik a szemetet, a körös szolg által biztosított sárgafedeles szelektív hulladékgyűjtésbe tudják a lakosok gyűjteni külön az újrahasznosítható és a nem újrahasznosítható hulladékot, alapanyagot. Ez is fontos, hogy ugye ez egy lényeges szemléletbeli kérdés, hogy mit tekintünk valóban szemétnek, és mi az, amit aztán újra lehet hasznosítani. Pohankovics András a bizottság 2023-as tevékenységei közül kiemelte a piaccsarnok felújításának nyomon követését, valamint a helyi építési szabályzat módosítását. Kiskörösváros önkormányzatának, ipari, mezőgazdasági és klímapolitikai bizottságának munkájáról készült részletesebb beszámolónkat holnapi híradónkat követő Naprakész című műsorunkban tekinthetik meg.